Mesebeli erdővé változott az idei adventi villamos. Az MVK dolgozói több hétig dolgoztak a szerelvényen, amit csaknem 80 fenyőgirland és több mint 60 fényfüggöny díszít. Az adventi villamosról Gergely Ivat kolléganőm készített riportot. A világítás a párkány fölött, ezt is a kollégák saját kezének készítették. Ünnepi fényekben, szebbnél szebb díszekben és rózsgold színben pompázik idén az adventi villamos. A 202-es pályaszámú Miskolci Tátra villamos ünnepi dekorációját az MVK ZRT dolgozói újították fel. A szerelvény idén kívül és belül is egy teljesen új köntöst kapott. De mielőtt még felszállnánk a megújult járatra, maradjunk egy kicsit a múlt idézés megállójában. Az adventi villamos 12 évvel ezelőtt indult először útjára. Akkor még csak egy egyszerű fényvillamosként funkcionált, belsejét minimális dekoráció borította. A közlekedési vállalat dolgozói azonban évről évre egyre kreatív ünnepi hangulatot és világot álmodtak meg a szerelvényre. Volt olyan, amikor a villamos mézes kalács házikó volt, volt olyan, amikor erdei házikót alkotott, vagy pedig len jégpalotát, és ehhez illeszkedett mind a külseje a villamosnak, mind pedig len a belseje. Kreatív ötletekből idén sem volt hiány. A kezdeti tervektől azonban mégis jóval eltérő eredmény született. Mondhatni, akadályba ütközött a villamos. Ez a rose-gold színvilág, ez adott volt már, viszont a külső szimbolikus elemek, mint ezek a kis csillagok, hópihék, amelyeket láthat az utazóközönség a villamoson, ezek nem egészen így voltak az eredeti tervek szerint, illetve a párkány sem. De mivel a kivitelezés nem túl egyszerű, főleg egy ilyen járműnél, ahol egy hatósági engedély kötelezettség fennáll, egyeztetnünk szükséges, meg van határozva minden egyes elem, hogy milyen távolságban, milyen mélységben áll, vagy messzeségben, távolságban állhat ki a villamostól, ezért szűkíti a lehetőségeket. A hatósági engedély kötelezettségei mellett az MVK dolgozóinak a díszítés során a környezeti hatásokkal is meg kellett küzdeniük. Ezek előtte egyébként, mielőtt ide fölkerülnek a járműre, nagyon-nagyon sok festékben vannak mártva, és előkezelés szükségeltetik ahhoz, hogy ez itt tudjon maradni, ne ázzon el a felület, és ugye a menet cél ne vigye le. Az adventi villamost több száz elem díszíti. A szerelvény külsején látható fényfüzéreket 8000 darab kötegelővel rögzítették a dolgozók. A miskolci adventi villamos nem csak kívül, hanem belül is ünnepi fényekben pompázik. Az MVK ZRT munkatársai 7 nappal átéve dolgoztak, hogy egy igazi mesebeli erdőt varázsoljanak a szerelvényre. Hogy hogyan néz ki ez most pontosan, szálljanak fel velünk és nézzük meg együtt. Az adventi villamosra felszállva olyan érzésünk lehet, mintha a bükkben sétálnánk télen. Karácsonyi zene és az erdő lakói fogadják az utasokat. A szerelvény házigazdája idén tátos a rénszarvas, aki segítségül hívta barátait, sündísznócskát, uhubaglyot, a kedves kis mókusokat és a csiripelő madarakat is. Csűri néficsura Andrea, az MVK iroda vezetője azt mondta, idén valami teljesen más élményt szerettek volna adni az utazók számára. Mikor kijött ez az ötlet tőlünk, hogy egy erdő feeling jelenjen meg, akkor már utána egymásra sorra jöttek az ötletek, hogy erdei állatkák jelenjenek meg. Milyen jól össze lehet hozni, hogy a villamos ugye felső majláti közlekedik, ott a bükk, és akkor már így egyik ötlet a másik ötletet adta, és szépen felépült az egész villamosnak a koncepciója. Minden egyes elem, mint például ez a pihenősarok is a közlekedési vállalat dolgozóinak ötlete alapján készült el. Sőt, ők maguk festették le és szerezték be a hozzávalókat is. A villamos belsejében a búbos kemence helyett idén a lilafüredi vízesés elevenedik meg. Ez a kollégáknak a saját ötlete volt, mi egyáltalán nem gondolkodtunk abban, hogy megjelenjen itt egy vízesés, azt tudtuk, hogy az erdei hangulathoz kell, de még valami a gyönyörű fákon, a különböző gyönyörű látványelemeken kívül, és ekkor az ő ötletük volt, hogy legyen itt a lilafüredi vízesés, és ezt mindenféle maradék anyagokból, segédanyagokból ők álmodták meg, ők építették fel, amit én például láttam, hogy a maguk a jégcsapok, azok ilyen mops felmosó fejekből készültek el, és tényleg az egészet ők alkották meg, ők díszítették fel, és hát ők is rakták a helyére, ők üzemelték be. Jó reggelt kívánok! Köszöntök minden kedves utasunkat az MVK ZRT adventi villamosán.
engedjék meg, hogy az MVK ZRT nevében, a kollégáim nevében és a magam nevében is békés boldog felsőt kívánjak mindannyiuknak. Így köszönti az adventi villamos vezetője az utasokat. Az emberek teljesen új üléseken foglalhatnak helyet a szerelvényen. A korábbi években ezek kárpitozottak voltak, idén faanyagból készültek. Ezek egyedileg lettek leméretezve, leszabva, levágva. Ezeket igazából nantogószínbe hagytuk, le lett lakkozva három sor lakkal. Igazából ezek az ülések ezek így alakultak ki. Illetve még hintát készítettünk bele ugyanezzel a módszerrel. Sőt, az utasok ezzel a hószánnal is repülhetnek a síneken. Az ünnepi szerelvény advent első vasárnapján gurult ki a remízből és indult útjára a miskolci sineken. Népszerűsége évek óta töretlen nem csak itthon, hanem külföldön is. Hosszú ideje Európa legszebb adventi villamosa. A díszes jármű eddig minden alkalommal megnyerte a Cseh Közlekedési Magazin közönség szavazását. A miskolci adventi villamost bárki megcsodálhatja közelebbről, aki érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító okmánnyal rendelkezik. A szerelvény a Tiszai pályaudvar és Felső Majlák között közlekedik január 6-áig. Az MVK dolgozói célja, hogy az adventi villamossal minden embert megajándékozzanak a karácsony ünnepi hangulatával. Azt szeretnénk, ha mindenkihez eljutna a karácsony ünnepe, a karácsony szelleme, a meghittség azok számára is, és azok részére is, akiknek nem elérhető ez.